Sok szeretettel köszöntöm mindazokat a diákokat és vendégeket, és természetesen kollégákat is, akik a ma délutáni pódiumbeszélgetést választották itt a két napra szervezett tehetségnap programjai közül. És itt ezen a nyitó programon először igazából néhány gondolatot engedjetek meg arról, hogy mit is értek én az alatt a tehetség. Hiszen a tehetségnapokat azért szervezzük, hogy a Török Ignác gimnáziumban járó diákok készülve a jövőre, a saját jövőjükre, az életükre, találják meg azt az utat, ami valamiféle kiteljesedéshez, boldoguláshoz vezet. Megpróbáltam utána nézni szakirodalomban, hogy mi az, hogy tehetség, sokféleképpen meghatározzák. Igazából az a lényege, hogy a bárkiben rejlő bármilyen képességnek a kifejlesztése, kiteljesítése, hogy aztán ez hosszú távon örömet okozzon mind annak, akiben ezt a képességet kifejlesztettük, és mind az őt körülvevő környezetnek. Mai vendégeink olyan tehetségek, olyan egykori törökös diákok, akik nem azzal tűntek ki a Török Ignác gimnázium diákai közül, hogy már 10 évesen, 16 évesen valamilyen zseniális találmányt fedeztek fel, vagy valami különleges képességekkel rendelkeztek, és azt már megvillantották, mondjuk verseket írtak, vagy gyönyörű festményeket festettek volna, hanem azért esett rájuk a választásunk, mert éppen olyan hétköznapi diákok voltak, mint bárki más az iskolában, élték a diák életüket, tanultak, ahogyan tőlük telt, néha egy kicsit jobban, néha egy kicsit kevésbé sikeresen, legalábbis a saját érzéseik szerint. És aztán egyszer valamikor az életükben eldöntötték, hogy ők mit szeretnének csinálni a következő 10-20-30-40-50-60 évben, és elindultak ezen az úton, hogy ezt kiteljesítsék. Elsőként azt kérném tőlük, hogy nagyon röviden mutatkozzanak be. Én csak a neveket mondom, és aztán magukról, jelenlegi helyzetükről, munkájukról, családi állapotukról néhány mondatot ők fognak mondani. Mellettem Szekeres Erika ül, Utasi utca másik oldalon ülő hölgy, dr. Hertai Miklós tőlem balra, és jobb oldalon mellettem Oszvári Ádám. És akkor udvariassági szempontból először az urakat kérem, mert hiszen megszólalni elsőként nehezebb, hogy ők mutatkozzanak először. Ádám Palancsa. Hát én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, vagy talán lehetem a bátorságot, mint törökös védiák, hogy sok szeretettel köszöntelek benneteket. Oszvári Ádám vagyok, 1994-től 98-ig voltam ennek a gimnáziumnak a tanulója. Ezt követően az ELTE-n jogot végeztem, jogászként kezdtem el dolgozni egy civil szervezetnél, egy alapítványnál, munkajoggal foglalkoztam ekkor elsősorban, aztán 2009-ben ügyvéd lettem, és azóta ügyvédként dolgozom. Ami az én esetemben egy specialitás volt tulajdonképpen, hogy talán mikor a színpadra följöttem, észrevehetétek, hogy én látássérült vagyok. De igazából én ennek olyan szempontból nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget, hogy azt gondolom, hogy akiben, ha már itt igazgató említette, van tehetség meg szorgalom, az adott esetben ebben a helyzetben is minden további nélkül érvényesülhet. Viszont annyiból tartom ezt fontosnak, hogy a gimnázium ezt hasonlóan gondolta hozzám, már 1994-ben is, és biztosította ahhoz a feltételeket, hogy én itt 4 évet, méghozzá 4, azt gondolom, hogy nem csak a nosztalgia mondatja velem, hogy 4 kellemes évet eltölthessek. Jelenleg Gödöllőn élek, amiért azt gondolom, hogy köszönettel tartozom egyébként az iskolának és a tanároknak. Jelenleg is Gödöllőn élek, megnősültem, 3 gyermekem van, 9, 6 és másfél évesek, és hát mivel rövid bemutatkozást kértek tőlünk, kicsit megtagadva ugye az ügyvédi jogászi vénámat, megpróbálok nem többet beszélni és továbbadni a mikrofont. Köszönöm szépen, Miklós!
Köszönöm szépen, szervusztok. Herzegy Miklós vagyok, gyorsan kiszámoltam, 30 éve érettségiztem, tehát még nem ebben az épületben, hanem a Kinti Mária Beskülében. Agrármérnökként végeztem utána, aztán elindultam egy olyan világba, aminek ma már tudom a nevét, akkor még nem tudtam, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni. Én vadbiológus vagyok, ez körülbelül úgy lehet körülírni, hogy olyan állatfajokkal dolgozom, akikkel mások nem, mert túlságosan közönségesnek tartják őket, mondjuk egy rókával, meg egy borzal, és ezek tudták felizgatni a képzeletemet. Nagyjából már 10 évesen is, mert akkor jelentettem ki azt, hogy én állatokkal szeretnék dolgozni, azóta is ezt csinálhatom. A CIA-nek vagyok az egyetemi docense, egy vadvilág megőrzési intézetben dolgozom, és amikor hagyják, hogy a munkámat csináljak, és vadbiológus lehetek, akkor nagyon jól érzem magam. Ehhez az épülethez is, a gimnáziumot is többszörös kötődésem van. Édesapám volt ennek a gimnáziumnak 30 éven keresztül az igazgatója, úgyhogy az, hogy én idejöttem érettségizni, az egy meglehetősen egyértelmű út volt, és aztán utána innen is mehettem tovább. Innen is nősültem, feleségem is törökös, két nagy lányom itt érettségizett, a harmadik ugyan most licista, de hát így három lányjal és egy feleséggel büszkélkedhetem még. Erika? Én azt nem mondom, hogy utána érettségiztem, mert régen volt. Ebben az évben érettségiztem, de 4 évesen kezdtem a gimnáziumot, és harmadéves voltam talán itt fakválasztás előtt az akkori osztályfőnököm, és Vitmai Zsuzsa tanár javasolták, hogy legyek gyógypedagógus. Igazából csak azt tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék ott foglalkozni, de hát szót fogadtam nekik, hála Istennek. Úgy tűnik, hogy jobban tudták, hogy mi lesz az én utam, mint én magam. Tehát a gyógypedagógiai főiskolán 2 szakot végeztem, az értelmi fogyatékosok pedagógiáját, amit most már 2 részben oktatnak, tanulásban akadályozott, illetve értelmileg akadályozott szakon, illetve a logopédia szak a másik, és a munkám nagy részében a mai napig is ezt gyakorlom. Gödöllőn élek, a gyermekeim is ide járnak a Török Ignác gimnáziumba, és a munkámat is itt látom el 2 óvodában és 2 iskolában. És nagyon szerencsésnek mondhatom magam, és kívánom, hogy mindannyian ezt majd ennyi idősen megéljétek, hogy igazából a munkám az egyben a passzió is, és ez nagyon megkönnyíti az embernek a pedagógiai útját. Tehát a kiégés veszélye az még hála Istennek ennél egyelőre nem fenyeget. És akkor a végül, a nem utolsó sorban, a mikrofon végezhetően a legfiatalabb tagja a vendégsereg. Nagyon szépen köszönöm. Én Utasi Luca vagyok, és 2009-ben érettségiztem itt. Légy szíves, ne számoljátok ki, hogy akkor hány éves vagyok. De annyira nem öreg, mert a húgom még ide járt, megértem, hogy nem égetem le, de most elkezdem. Szóval 2009-ben érettségiztem, és nagyon örülök, hogy az igazgató úr úgy kezdte, hogy az olyan hallgató, vagy az olyan diákok vannak most itt, akik így igazából nem voltak ilyen hatalmas zsenialitásúak, mert én is így éreztem magamban a gimnáziumban, hogy egy kicsit ez is érdekel, egy kicsit az is érdekel, úgy szívesen csinálok mindent is, meg semmit is, úgyhogy nem igazán éreztem, hogy majd belőlem olyan hú, de nagyon bárki lesz. És egyébként történelem, művészet, történet faktora jártam, majd pedig kertészmérnöknek jelentkeztem a Corvinus Egyetemre valamilyen furcsa álom alapján, és így lettem kertészmérnök végül is egy pár évvel ezelőtt. Majd amiért azt hiszem én most így itt ülök, az az volt, hogy rögtön az egyetem első köre után nem volt még kedvem úgy tovább tanulni, mert hát az embernek most nincs mindig kedve, úgyhogy így azt csináltam a következő 1-2 évben, hogy így beutaztam 1-2 világot, egy kicsit itt is lettem, egy kicsit ott is lettem, de majd ezt biztos elmondom, remélem nem nőttem le még túl sok poént. És végül is én is azt hiszem megtaláltam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, jelenleg élelmiszer biztonsággal és élelmiszer jogszabályokkal foglalkozom. Még mindig a mai napig sokat utazom, bár most épp itthon lakom már 1 hónapja Budapesten, úgyhogy ennyit magamról röviden, és nincsen családom még, de még úgy érzem, hogy nem késtem el teljesen. Köszönöm szépen. De Luca, akkor vissza is adnám, hiszen földobtad a labdát, hogy ide-oda utaztál már a világban, hova
miért, milyen célból és mi volt az az indítatás, ami egy kertészmérnök egyetemi hallgatót, aki élelmiszerbiztonsággal és jogszabályokkal foglalkozik, arra indított, hogy utazzon. Először is ez sem volt bennem, tehát én hiszem semmilyen szempontból nem voltam egy nagyon ilyen kiemelkedő alakja a történelemnek, de valahogy úgy gondoltam, hogy amikor kellett csinálnunk egy szakmai gyakorlatot az egyetemen, ami mindenkinek kötelező, akkor már végül is miért nem menjek valahova délre, és akkor elmentem Olaszországba, mert hát ott jó a kaja, meg jó idő van, meg vannak nagy ültetvények, ahol az ember így kertészmérnök lehet. És végül is így kezdődött az egész, aztán ezt annyira megszerettem, meg annyira úgy gondoltam, hogy jé, van még 300 ország a világon, hogy akkor miért ne próbáljam ki a többit is, biztos másra is jó a kaja. És így kerültem először Olaszországba, és akkor ott voltam összesen fél évet, mint gyakornok. Aztán időközben befejeztem az egyetemet, és akkor rám jött ez a hatalmas probléma, hogy akkor most mi legyen az életemmel. És így kerültem aztán Brüsszelbe, az Európai Bizottságba. Ez szintén egy olyan dolog volt, hogy megpályáztam, és sikerült. Van, akinek 15 egy írás, és sikerül, nem tudom, hogy így dobta a sors, így dobta a dobókockát, és akkor én kikerültem Brüsszelbe. És igazából ott kezdődött meg bennem egy olyan nagyobb átalakulás, hogy elindultam egy olyan úton, hogy tényleg mi is érdekel. Rájöttem, hogy mérnök vagyok, de azért úgy szeretek beleszólni a dolgokba, szóval ezek a jogszabályok, ezek így nekem ilyen jó dolgok lesznek. És így nagyon lassan, de akkor még 22 éves voltam, tehát úgy még őszintén így visszanézve annyira nem tudtam volna megmondani, hogy ez most akkor ez lesz az életem. De ahogy utána tovább költöztem Szerbiába, úgy gondoltam, hogy akkor most egy kicsit dolgozunk majd a laboratóriumban is, hogy akkor most már tudjam, miről beszélek. És akkor ez is megtörtént, és aztán pedig elkezdtem a mesterképzést, végül is úgy gondoltam, hogy ha már jogszabályokkal akarok foglalkozni, akkor egy BSC-vel nem kéne megállni, és akkor elkezdtem két mesterképzést egyszerre, egyet az ELTE-n, egyet pedig egy nemzetközi kooperációban, ami mindenféle másik országban van, és akkor van egy kis bőröndöm, amiből sosem pakolok ki vagy be, csak amikor mosni kell. Úgyhogy fél évenként elköltöztem, először Ausztriába, majd pedig Varsóba. De igazából közben elkezdtem dolgozni is, mint mondtam. Én egyébként most a Nemzeti Elemszerenc Biztonsági Hivatalnál dolgozom, mint stratégiai tervező és elemző. Ez nagyon hosszú, és nem is jelent semmi. Leginkább próbálom kamatoztatni az eddig megszerzett tudásomat. Így az utazásaim során a nyelvtudásomat, mert szerencsére az sikerült így valamennyit szerezni az idők során. És a két mesterképzést, amit elkezdtem, az ELTE-n tudománykommunikátor leszek nem sokára most már, és ebben a nemzetközi kooperációban pedig fenntartható mezőgazdasági és élelmiszeripari mérnök, és végül is mindezt csinálom a munkahelyemen most, és szerencsére sokat küldözgetnek most is Brüsszelbe, Párizsba, éppen hova, úgyhogy mindent tudok, és tényleg most már nem akarok egyáltalán több időt elvenni mástól, csak azt szeretném mondani, hogy ez nem azért volt, mert én voltam a legjobb matekos a suliban, vagy mert én festettem a legszebb képeket, hanem egész egyszerűen csak meg kell ragadni minden jót is, és akkor igazából az ember könnyen építi magát, szinte erőfeszítés nélkül is csinálja, hagyja azt, amit szeret, úgyhogy a hobbija is. Köszönöm szépen. Egy kicsit visszakanyarodnék oda, hogy azért az iskola ezek szerint segített abban, hogy ki valamilyen megoldást találjon hosszabb távra és az életére. Talán Miklós tudna legtöbbet mesélni a Besnyői gimnáziumról. Annak biztos, hogy más volt a hangulata, mint ennek a mostani épületnek, de azért meghatározó élmények, meghatározó tantárgyak, meghatározó tanár egyéniségek bizonyára ott is voltak. Összehasonlítani nem tudom, csak azt tudom, hogy ott kint nagyon jó volt, mert hogy visszamenve az teljesen eredeti dologhoz, már másodikos gimiskorban, Lukas órában azzal szórakoztunk, Vajdai Tamás osztálytársammal, hogy a Valkói Dombódal dolgokjait kezdtük el keresgélni, és oda szöktünk ki, és ehhez kiváló helyszín volt a Mária Besnyői Gimnázium. A komoly részére meg visszamenve, igen, minden egyes lépésnél és minden egyes fordulónál ott voltak mellettünk olyan tanárok és olyan barátok, meg kollégák később, akik valahogy mindig segítették az utunkat.
Kettőnek is Guba tanár úr volt az osztályfőnöke, az enyém volt az idősebb Guba Lajos tanár úr. Ő kezdte a diplomitást, és ő megtanított velem egy olyan tudományt, amiről soha nem hittem volna, hogy én képes leszek megtanulni, ez volt a kémia. És egyetemi szinten tanította meg, mert én az egyetemet is simán végigcsináltam, az Agrár Egyetemet, abból, amit Guba Lajos tanár úr megtanított nekem. És aztán el is felejtettem, ez mostanában derül ki, mikor a legkisebbemnek kéne segíteni kémiából, és ezt éppen nem tudom megtenni. Aztán jöttek a biológia tanáraink, Bárdi Péter tanár úr, aki gyakorlatilag velem kezdett a törökbe, annak idején Wittmeier Zsuzsa tanárnő, aki közvetlenül a felvételire készített föl. Aztán megkaptam az egyetemen a tanáraimat, akikhez oda mehettem, és volt egy olyan kedves állattan professzorom, Bakonyi Gábor, aki egy 5 lánygyermekes családapa, úgy látszik, hogy ez is én meghatározó része ennek a világnak. És én hozzámentem be másodéves egyetemista koromba, hogy hát szép ez az Agrár Egyetem, meg a tehenek is, meg a disznók is, ezek mind nagyon szépek, a kukorica is, csak nem érdekelnek. Ellenben én valahol erdőbe szeretnék dolgozni, és valami ilyesmit ajánljon nekem. És akkor ő azt mondta, hogy hát akkor menjek föl a Vadbiológia nevű műintézménybe, és keresem meg egy Szemeti László nevű tanárulat, feleségét ismeritek, mert titeket tanít itt a gimnáziumban, és az ő szobájába ültem be, és kezdtem el vele beszélgetni. 27 évvel ezelőtt, azóta beszélgetünk. És ez nagyon jó visz előre abban a munkában, amit mi szeretünk csinálni. Mindig ott voltak ilyen meghatározó személyiségek, akikhez oda lehetett menni, és akik egy adott pillanatban egy jó szóra, egy jó kérdésre, egy jó válaszra képesek voltak, és ezek aztán gyakorlatilag végig vittek különösebb nyugzőkenő nélkül. Erika Besnyőn is, meg itt bent is járt törökbe, ott is volt, itt is volt törökös diák, sőt neki az a szerencséje is volt, hogy két osztályfőnöke is lehetett, az egyik még Besnyőn kezdett vele, a másik itt érettségiztette ebben az épületben, úgyhogy te össze tudod hasonlítani, hogy mi volt a különbség a két épület között. De inkább azért azt kérdezném, hogy nálad kik voltak, kik lehettek azok a osztálytársak, pedagógusok, vagy akár a családban valaki, aki segített abban, hogy ez a pálya indulás, pálya indítás, aztán maga a pálya is zökkenőmentes legyen, vagy legalábbis annyira zökkenőmentes, amennyire ez lehet ma. Ahogy amikor a Miki sorolta itt a tanárokat, azon gondolkodtam, hogy igazából én is mindenkit felsorolhatnék. Aki úgy tűnt az elején, hogy meghatározó lett a pályaválasztásban, az Urbán tanárunk volt, nem tudom is, hogy még itt valaki. Meg voltunk győződve mind a ketten arról, hogy én a matematikával fogok tovább menni. És hát azt nem is tudom, hogy most éppen mit tűztünk ki célul, de utána jött, amit a bemutatkozásban is említettem, hogy az osztályfőnököm, aki igazgató úr lett itt ebben az épületben, és Wittmeier Zsuzsa tanárnő javasolták a szerkárnőkén, hogy jobb lenne, hogyha én most pedagógus lennék. Hallgattam rájuk. Jelentkeztem biológia és magyar fakultációra, majd az első fakultációs órán, amikor az Urbán tanár úr matematika faktort tartott, és észrevett, hogy nem vagyok ott, akkor átrontott az osztálytermőbe, és aki ismeri, tudja, hogy csípőre tette a két kezét, billegett a lábujján, és megkérdezte, hogy mit keresek én itt, és miért nem vagyok ott, és akkor egy kicsit elkeserített, mert azt mondta, hogy nem is tudja igazából, hogy ő most sikeres pályát kívánjon ezek után nekem, mert amikor délután mentem haza, akkor innen föntről a galériáról kiabált le, hogy renegált. Fogalmam sem volt meg, hogy mit jelent. Pap Marika néni másnap kérdezte, hogy mit tettem, hogy remélem mondott az Urbán tanár úr, hogy hűtlen kutya, és akkor úgy megértettem, hogy mi volt ez? Tehát Urbán tanár úrhoz nagyon sok szép emlék fűz. Ezek kívül is. Tehát igazából, hogy
nagyon-nagyon szerettem őt, aztán tovább megmaradt ez a szeretet. Wittmeyer Zsuzsát én is szeretném említeni, őt biológiából, ő biológiából tanított, nagyon jó volt. Igazgató úr a magyar tanítása mellett rengeteget törődött velünk, mindig közöttünk volt, és mindig terelgetett bennünket. Szerintem észre se vettük mindig, hogy nem az, hogy ott vagy, hanem az, hogy mit akarsz igazából, hogy merre menj. Nem vettük terelgetésnek, hanem egyszerűen csak egy jó társaságnak a jelenlétedet. Farkas Balást szeretném még mondani, aki szintén nagyon meghatározó volt. Ugye hát ránézésre biztos senki nem gondolná, hogy én 4-es voltam testnevelésből, mindig ilyen veszett formás voltam, mint most. És Farkas Balázshoz jártam kézilabdázni, ez nagyon jól ment, de hát voltak olyanok, amikor bizony próbára tett a kézen átfordulásnál, csak 4-est kaptam, és ez az évvégi testnevelés 5-ösömet veszélyeztette. Bementem, ezt még elmondhatom, hogy bementem hozzá kérni lehetőséget javításra. Köles tanár úrral ott rendezkedtek valamit a tornateremben, és én már amikor fél órája nekifutottam, ugrottam, már remegett kezem, lábam, azt mondta 4-5-5. És rettenetesen fáradt voltam, lekéstem már 2 busz, de nekem kellett az 5-ös. És érdekes, hogy minél rosszabbul ment, annál jobban biztatott, hogy ez most már majdnem 5-ös, míg Köles tanárul nem túl izgágán járkált ott körülöttünk, és azt mondta, hagyd már végén. És ezután mondta, hogy 5-ös, de most már tűnj haza. Ez Farkas Balázs nagyon-nagyon kedves a szívemnek, és akkor Pap Marika nénit is sorolhatnám hozzá, pedig egy olyan élmény, most egy kicsit leégettem az igazgatóra. Én írtam a naplót 3. és 4. és azt gondoltam, hogy hát ez nem derül ki, hát nem beszéltünk erről soha, míg nem egyszer fizika órára bejött Marika, és mondta, hogy Erikám, 1 hete nincs beírva a napló, úgyhogy légy szíves, ezt tudom. Elnézést. Az adminisztráció akkor is az erős oldal. Igen, ügyesen delegálta a feladatot. És már elévült amúgy is. Igen. És azt hiszem, mindenkit felsorolhatnék itt még. Ádám egy másik generáció, más osztályfőnök. Van. Remélem, hogy orfolyás nélkül végig fogom tudni mondani. Szóval igen, tehát én ugye, ahogy az előbb mondtam, 94-ben kezdtem ide járni. Fischer tanár úr volt az osztályfőnököm, hát azt gondolom, hogy ők bizonyára ismeritek. Csatlakozva kicsit az előttem szólókhoz, hozzá is oda lehetett menni beszélgetni, sőt azt gondolom, hogy ő ezt így várta is, bár lehet, hogy nekem néha sikerült annyiszor oda mennem, hogy ez már idegesítő volt. De itt utólag visszagondolva azt gondolom, hogy profitáltam azért belőle. Farkas Balázs minket is tanított, és szintén meghatározó élmény volt. Hogy csak egyetlen egyet említsek, ugye én föl voltam mentve tornából, amit hát én ugye 14-15 éves fejjel azért hajlamos voltam úgy értelmezni, hogy végül is tök jól megnyertem 3 lukas órát, nem tudom, ti hogy voltatok vele, vagy éreztetek-e már ilyet, de gyanítom, hogy igen. És akkor másodikban kezdett el minket tanítani Balázsba, és akkor mondta, hogy hát igen, persze, te felmegy ment a tornából, de azért konditerembe be lehetem jönni. Ezt ugye kedvesen mondta, és én egy kicsit elszégyeltem magam, hogy hát én eddig nem innen közelítettem meg ezt a problémát igazából. Még csak az érzése volt meg bennem, hogy hát én most, hogy mondjam, ki vagyok valamivel rekesztve, örültem ugye a plusz szabadidőnek, és akkor rájöttem, hogy ez egy tök jó dolog, és onnantól mindig lejártunk, és mindenféle olyan gyakorlatot csináltunk, amire aztán negyedik végére egész szép, erős izmos fiúk lettünk, úgyhogy jó volt nagyon. Talán kicsit ugye a pályaválasztásba, hogy belekapjak én is. Érdekes módon nekem nem volt teljesen egyértelmű ez a jogászi pálya, bár hát azt gondolom, hogy ez akkor is meg talán most is ugye egy népszerű történet. Nem tudom, közületek vannak, akik jogra akarnak majd menni? Vannak, ugye? Tehát
abban az időben sem volt ez másképp. 1998-ban, most nem tudom mi a helyzet, de 98-ban az volt a helyzet, hogy 9 karon képeztek jogászokat az országban, és mi az ELTE-n 99-ben 430-an kezdtük az államilag finanszírozott nappali jogásztagozatot. Belegondoltuk, ez azért brutális. Mondjuk talán az egyetlen, amiben komoly változás állt be azóta, az az, hogy nem, hogy 430, lehet, hogy már 30 államilag finanszírozott jogászi hely sincsen, fizetős az, az azért akad bőven. Tehát nagyon sokan jelentkeztünk akkor erre a pályára. Ráadásul az én esetemben családi indítatás is volt, mert hogy a szüleim jogászok. Ettől függetlenül én nagyon sokáig más dolgokba gondolkodtam. 3 éven keresztül leginkább abba gondolkodtam, hogy mit is kéne csinálni, és fogalmam sem volt róla. Azt úgy körülbelül tudtam, hogy valami humán történet, tehát magyar, nagyon érdekelt a nyelvészet, Fischer tanár úr tanúsíthatja, amíg emlékszik rá, hogy mennyit nyúztam ilyen kérdésekkel. Érdekelt a történelem, sőt, meglepő módon még a kémia is érdekelt úgy. Ezek mellett most ez így beugrott arról, hogy a kapuban Garasz tanárnő fogadott, ő volt a kémia tanárunk, az egyik, Guba Lajosné mellett. Tehát, hogy volt itt sok minden szerteágazó dolog, de sokáig én nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, közgazdaságban is gondolkodtam, és akkor valahogy így 97. decemberre, vagy 98. januárja lehetett, nem tudom, ahhoz már régen volt, de akkor így jött ez az ötlet, hogy mégis meg kéne próbálni a jogot, nem olyan rossz az, nagyjából pont azokból a tárgyakból vagyok igazán jó, amik ahhoz kellenek, és akkor elkezdtem és felkészültem a felvételire. Rengeteg ága van ennek a szakmának, vannak szépségei, meg vannak csúnyaságai is, de azt gondolom így most már 10-12 év tapasztalattal, hogy nem bántam meg és találtam benne egy csomó olyan területet, hogy a borzasztó tág dologról van szó, hogyha ugye a jogi szakmáról, vagy akár még az ügyvédi szakmáról is beszélünk, azt gondolom, hogy megtaláltam benne azokat a dolgokat, amik engem úgyisten igazából érdekelnek. Utcának egészen frissek a tanárélményei, csupa olyan pedagógusról beszélhet, akik most is itt lehetnek, vagy akár itt is ülhetnek a nézőtéren, úgyhogy jó gondolnak, hogy mit mondasz, de azért csak bátran. Hát akkor szívesen válaszolok erre a kérdésre. Nekem igen, amit említett előbb, hogy nekem is Guba tanár úr volt az osztályfőnököm, csak nem az idősebb, hanem a fiatalabb. Tehát nekem Guba András tanár úr volt az osztályfőnököm. Most én emlékszem, mi voltunk az első osztálya, tehát egy igazán fiatal ember volt, aki minket végigvitt a pály a 4 éven. Mármint biztos most is fiatal, gondolom, annyit nem öregedettek. Tehát nyilván mindenképpen az osztályfőnök szerintem mindenkinek maradandó élmény. Amellett én már a gimiben is nagyon szerettem angolul tanulni, bár lehet, hogy jó Attila tanár úr, ha itt van, vagy ha itt lenne, lehet, hogy rám cápolna így első körben, de tényleg szerettem. És azért is hozzá is sok jó élmény fűződik. Sokszor visszatolt, sokszor nem, most már egyre jobban remélem, hogy nincs itt. De elmondhatom, hogy jó élményként maradt meg a tanulmányaim során. Ezen kívül Tarnai Kati néni, aki a művészettörténet tanárunk volt. Mint ahogy mondtam, először úgy gondoltam, hogy majd egy múzeumban fogok dolgozni, aztán egy másik állami intézménybe kerültem, szóval végül is nem nagy különbség, de 2 év, amíg hozzájártam, az nagyon-nagyon sokat adott. Bár most szinte csak jogszabályokkal és mérnöki dolgokkal foglalkozom, azért ez a művészettörténet mindig olyan jól megmarad, hogy azért értek valami máshoz is, valami szebb dologhoz is, mint amit most csinálok. Ezen kívül Rubel Zsuzsanét nagyon szeretem, ő a tori tanárunk volt, ő nagyon-nagyon sokat segített, úgyhogy nem tudom, van akinek jó a tori tanára, de annak szerencséje van. És a Farkas Berhet, ezt nem szerintem mindenkinek muszáj megemlíteni a végére. Nekem is ő volt a kézilabda edzőm is, úgyhogy őtől nagyon sokat kaptunk. És az olyan kellemes szeretet, amikor úgy mindig úgy beszól valamit valaki, de onnan tudod, hogy jóba vagyunk, az igen, pontosan. Sokkal jobb lenne hozzánk se szól, vagy sokkal rosszabb lenne. Tehát ő mindenképp nagyon megmaradt az emlékeimben. És hát mennék tovább, de attól tartok, hogy egyre rosszabb, hogyha kihagyok még embereket, mert szerintem még jóformán mindenki itt tanít. És Luca néni természetesen, őt sem lehet kihagyni, jó volt a kémia tanárunk, bár akkor még egyáltalán nem tudtam, mikor gimbiáltam, hogy engem érdekel a kémia, mert hogy nem is volt így. De őszintén aztán rájöttem később az egyetemen a sok agrárkertészmérnök tanulmányok során, hogy azért jó, hogy valamilyen kémia tudással érkeztem ebbe a világba. Köszönöm az őszinte
szavakat. És büszke vagyok a kollégáimra is, akik itt sorra rendben szóba kerültek, illetve hát nyilván még másokat is lehetne sorolni, csak akkor túl sokáig kéne itt maradnunk az asztal mögött. Azt szeretném még most megkérdezni mindannyiótoktól, főleg abból a célból, hogy a jelenlévő diákoknak segítsünk egy kicsit, hogy középiskolás korban lehet-e már érzékelni azt, vagy tudni, hogy mi az, amit én szívesen tanulok, ez ugyan már picit szóba is került, illetve utólag visszagondolva, mi az, ami nagyon fontossá vált, holott lehet, hogy gimnazistaként az ember még nem tudta, hogy erre valaha egyáltalán szüksége lesz, hiszen ezt szoktuk mi pedagógusok a legtöbbször megkapni a diáknak, hogy mi a csodának kell nekem ezt, azt, kémiát, matekot, földrajzot, magyar tanulnom, hiszen sose lesz rá szükségem, mert én majd más fogok csinálni. Tehát, hogy mik azok a tantárgyak, tanulmányok, amikről most is azt mondjátok, hogy nagyon fontos, nagyon kellett, sőt, sokkal jobban kellett volna tanulni diákként. Erika. Én arra biztatnék mindenkit, hogy semmit ne hanyaboljon el teljesen. Mindannyian tanúskodtunk arról, hogy nem feltétlenül az első kijelölt utat vittük végig. Tehát aki most úgy gondolja középiskolában, hogy ő reál beállítottságú, azért a humán tárgyakat se hagyja figyelmen kívül, mert később nem lehet tudni, hogy egyrészt szüksége lesz rá, és most ha jöjjön belőle merül egy kicsit a gyógypedagógus, vagy a pedagógus, a fejlődési görbéjük a gyerekeknek, hát már fiatal emberek és hölgyek vagytok, de nem egyenletes. Tehát az, aki nagyon szépen egy egyenletesen előrehaladó fejlődést mutat, és nagyon jó eredményekkel végez mondjuk egy gimnáziumot, általános iskolát, az egyáltalán nem biztos, hogy főiskolán, egyetemen is ugyanezt az ívet tudja végigvinni. És vannak olyan gyerekek, akik nem mutatnak túl nagy tehetséget, sőt olyan nagy affinitást semmiféle irányban, és egyszer csak nem lehet tudni, hogy ez most egy külső, tehát egy személytől, családtagtól, vagy valamilyen meghatározó élménytől változik-e meg, és fordul-e át egy másik irányba, és akkor nagyon, hogy úgy mondjam, nagyon megugrik, nagyon megindul a fejlődés, illetve az érdeklődés más irányt vesz, és ki tud teljesedni az ember. Tehát én, ha a helyetekben lennék, semmit nem engednék el teljesen. Nyilván vannak preferált területek mindenki számára, főleg a pályaválasztás előtt állók számára, hogy mit tanulnak jobban, de az élet nagyon sok lehetőséget tartogat, és ezt előre nem tudhatjuk, hogy kinek melyik válik hasznára. És még zárásként annyit szeretnék mondani, ez egy Tolsztoj, próbálom úgy idézni, hogy megértsétek, sokkal szebben mondta. Én ezt nagyon hiszem, amit ő ír. Ő azt mondta, hogy nagyon téves az, amikor az embereket, és most itt pedagógus kollégáknak is mondom, hogy ha gyerekekre helyettesítjük ezt az embereket, akkor nagyon téves, hogy úgy bekategorizáljuk, hogy az egyik jó, a másik rossz, a harmadik lusta, és akkor ez egy ilyen kategória marad. Tolsztoj azt mondja, hogy az emberek olyanok, mint a folyók. A víz az mindegyikben víz, és az egyik helyen sebesebben fut, a másik helyen egy kicsit lassabban, van, ahol szélesebb, van, ahol keskenyebb, és hogy így kellene hozzáállnunk az emberekhez is, a gyerekekhez is, mert mindannyian magukban hordozzák valaminek a csíráját. És ezt mi a gyógypedagógiában különösen szem előtt kell, hogy tartsuk, mert ott aztán ezt a folyót, ezt nekünk szabályoznunk kell, mint ahogy a szerencsére épő gyerekeket is szabályozni kell, de nem biztos, hogy szabad a medrükből átrakni egy másik medrebe, nem biztos, hogy akarnunk kell ezt. Tehát nem szabad helyen volni semmit, mert lehet, hogy ti sebes folyók lesztek majd 2 év múlva, vagy 3 év múlva mondjuk matematikából, és most még csak a humán tárgyak felé mutattok érdeklődést. Luca, kémikus, jogászként említetted a művészet történetet. Gondolom, hogy az utazásoknál sokat jelent az, hogy
ilyen ismereteid is vannak, de másról is beszélhetsz, más tantárgyról, amit még fontosnak gondolsz. Igen, én is nagyon egyetértek az előttem szólóval, mert nekem pontosan ilyen volt a gimnáziumom és az elkövetkezendő pár év, hogy én például csak a törit szerettem, én a törit szerettem tanulni. Most már így visszagondolva tudom, hogy azért, mert jól tudtam magolni, mert amúgy is szerettem, csak nem éreztem semmi másban affinitást. És igenis, aztán hirtelen eljött egy olyan időszak, hogy csak kémiát kell tanulni, csak matekot, én meg előtte csak törit tanultam, és ezzel így meg kell küzdeni, és ezért kell szerintem odafigyelni a gimiben, mert ezt sosem lehet tudni. Tehát már nem az, hogy sosem lehet tudni, hanem valaki jogásznak nyilván tudja nagyjából, mit fog tanulni. De bármikor jöhet egy olyan lehetőség, egy olyan alkalom, ugyanez a nyelvtudás szerintem még például egy tipikusan olyan, hogy hát itt most Gödöllőn minek tanulják nyelvet, mert most kinek, minek. De bármikor azt mondhatják nektek, hogy akkor holnap kapsz egy lehetőséget Zimbabvében, ha van kedved elmenni másfél milliós fizetéssel, és akkor mennyire tudsz angolul, hanem akkor az ciki. De ugye is ez van a művészettörténettel is, hogy azért nem azért feltétlenül, mert hogy felismerem a pízai feltetornyot, hogyha odautazom, mert a legtöbb ember felismeri, hanem vannak olyan társadalmi helyzetek, olyan társalgások, amikor nagyon is jól jön, ha az ember nem teljesen tökéletesen, a hülye helyet keresek egy szót, teljesen fogalmatlan valamihez, mert élelmiszerjogszabályról például kevés emberre lehet beszélgetni, vagy kevés múzeumban lehet elmenni, vagy kevés hobbija lehet az embernek, ami még ehhez kapcsolódik. De minden, tehát nem tudnék egy olyan tárgyamat mondani a gimiből, még akármennyire szittam, akármennyire utáltam, akármennyire nehézkesen ment, amit később ne használtam volna fel valahogy. És most ezt tényleg őszintén mondom, és nem minthogyha az anyukátok lennék, vagy a nővéretek, hanem egész egyszerűen mindig dobja a sors, hogy úristen, de jó, hogy ehhez is tudtam valamit hozzászólni. Ádám, a jogásznak testnevelés, sport, az irodalom, a nyelvészet mennyire válik hasznára, és bármi más ezen kívül? Jogásznak bármi hasznára válhat Isten igazából, mert hogy elég sok mindennel kell foglalkozni. Ahogy így visszagondolok, persze azért azt elmondhatom, hogy mióta elbalagtam ebből az iskolából, azért mondjuk matekval, fizikával olyan nagyon sokat nem foglalkoztam. Már tartok tőle, hogy a gyerekeim révén azért el sem fogom teljesen megúszni. A másik, amit én nagyon határozottan gondolok, hogy valamilyen szinten azért azok a tárgyak is edzik az embernek a gondolkodását, meg adnak egyfajta, például mondjuk ezek a reáltárgyak egyfajta olyan logikát, ami egy ilyen humán jellegű területen is használható, mint mondjuk a jogászi szakma. A másik fele a dolognak, hogy nem tudom, hogy azon gondolkodtatok-e már, vagy van-e a családban mondjuk jogász, hogy mondjuk a jogi egyetem elvégzése során mondjuk melyik testrészét használja az ember a legtöbbet. Fenekét, így van. Ugyanez viszont szerencsére azért a jogi szakmáról nem mondható el, tehát miután az ember elhagyja az egyetemet, egyrészt arra fog rádöbbenni, hogy borzasztó kevés olyan dolgot tanult, amit Isten igazából a való életben használni tud. Tartok tőle, hogy az azért nem csak a jogi kar esetében van így, de sajnos elég erőteljesen igaz, legalábbis amikor én oda jártam, akkor igaz volt. A másik fele a dolognak pedig az, hogy arra is rá kell jönni, hogy hát azért itt gondolkodni kell, kreatívnak kell lenni, ész kell hozzá, és nem gondolom, hogy ez feltétlenül csak a jogi karhoz szükséges, vagy szükségesnek gondolt történelem, magyar, tehát általában humán tárgyak adják meg az embernek, vagy talán nem is elsősorban. Visszagondolva talán a nyelvtanulásra még nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni, hogyha a picit így olyan kritikus szemmel gondolok vissza a 11 néhány évvel ezelőtti, lassan 20 évvel ezelőtti fenevigyelő magamra. Tehát ez biztos, hogy mondjuk nagyon hasznos minden területen, és tényleg én is csak azt tudnám mondani, hogy elhanyagolni teljesen talán semmit sem szerencsés. Ja, és a végén, ha már igazgató úr említette itt a testnevelést, hát az meg azt gondolom mindenhova kell. Tehát tényleg azt gondolom, hogy a sport az, ami egyrészt adhat az embernek egyfajta tartást, szabad ilyen nagy szavakat használni, bár én sem akarok itten mindenki apukájának a szerepében tetszelegni. Három is nagyon sok néha, hát még ugye ennyi ember.
Másrészt pedig azt gondolom, hogy amikor az ember mondjuk benne van egy ilyen jó kis húzós munkában, mint amilyen az ügyvédi, tehát ez ugye tényleg olyan, hogy amikor határidő van, akkor este 9-ig dolgozunk, 10-ig dolgozunk, éjszaka dolgozunk, stb. Ugye a önfoglalkoztatás az látszólag rugalmas valójában, meg sokszor a legnagyobb kizsákmányolás, a szabad ilyen régies kifejezéseket használni. Tehát, hogy igazából az ad egy olyan kikapcsolódást, amiten az ember, vagy az is adhat olyan kikapcsolódást, amiten az ember megint neki tud menni a feladatoknak olyan jó érzéssel, és nem kiégve. Tehát ezek a gondolatok jutottak most eszembe erről. Köszönöm. Miklós, én tőle tanultam meg, hogy Arany János Toldiában Miklós farkasokkal csatázik, de hát azok a farkasok nem azok a szürke farkasok, amik mondjuk a dzsungelkönyvében szerepelnek, hanem ezek bizony az aranysakál fajába tartozó állatok lehetnek. Köszönöm a kiigazítást. Szóval, hogy is van ez? Kell a biológiához az irodalom is, meg talán az idegen nyelv is, vagy hogy működik ez? Kell hozzá minden, és az én önkritikám az mint Ádámé, hogy amit én elhanyagoltam a saját biológia tanulásom mellett, annak idején az a nyelveknek a tanulásom volt. Nyilván ott hiányzott az igazi, mondjuk, talentum, és egyszerűbb volt nem tanulni, és ezt mondjuk azóta is szenvedem. Amit már megtanultam, azt meg azóta is használom minden egyes lépésért. Sőt, én azt is tudom, hogy a jogász mikor használja a matematikát, vagy mikor kellene tudni használni a matematikát, meg a biológiát, amikor szakértői véleményt kap, és aztán nem érti, vagy pedig mint bíró dönt ki szakértői véleményről úgy, hogy nem érti. Ez különösen jó szoktak lenni a saját szakértői munkámban. És igazándiból én egy további lépéssel szeretném folytatni, amit én az egyetemen a saját hallgatóimmal látok. Hogy akkor, amikor az ember dönthet arról, hogy mit tanul, mert a középiskolában nem dönthet arról, hogy mit tanul. Ott arról dönthet, hogy hajlandó tanulni, vagy nem hajlandó tanulni, de azt, hogy mit tanul, azt megkapja, a középiskolai tananyag az rögzítve van. Amikor egyetemre megy tovább, akkor viszont már ő választ, hogy hol megy tovább. És én azt látom, hogy igazándiból azok szoktak vagy megkeseredni, vagy megrekedni, akik nem valahol az érdeklődés felől kezdenek el választani, hanem olyan mögöttes elképzelések, hogy hol lehet megélni, vagy hol van állás, vagy hol van fizetés. Tehát olyan külső peremfeltételeket kezdenek el keresni, amelyek nem kapcsolódnak az életéhez. Olyan feltételeket kell keresni, amikor az ember tanulni akar, amik kapcsolódnak hozzá, és ahol azt tudja csinálni, hogy hát legalább egy részét szerelemből tudja csinálni. Teljes lelkesedésből, nem érdekli azt, hogy ott micsoda, van-e állás, nincs állás, lesz fizetés, nem lesz fizetés, ezek majd jönnek, ezeket majd megadják, ahonnan meg lehet adni. Ha valaki ez alapján kezd el választani, hogy mi lesz ebből jövőre, vagy a jövője hogyan lesz vele, akkor én nekem az a tapasztalatom, hogy azok általában rossz választások lesznek. Tehát higgyék el magukról, hogy mi az, ami érdekli magukat, vegyék észre, akár próbálják meg többször is, induljanak neki. Erre az alapmesterszakrendszer szerintem kiváló lehetőség, lehet egy kicsit mozogni a rendszereken belül, de olyat akarjanak tanulni, ami valahonnan a lélekből jön, és ne olyat, ami a matériából. Miklós, egy pillanatra átment egyetemi oktatóban, mert magázta a hallgatóságot. Bocsánat, igen. De hát mindenki csak a saját bőrében fér bele, és nem tud belőle kibújni. Gyöngyi, parancsol. Azt szeretném kérdezni, hogy mielőtt majd befejezitek a beszélgetést, és itt volt jól szó, én elmeseltek egy olyan történetet, ami Ádámhoz kapcsolódik. Én majd utolsó kérdésként ezt szeretném kérni a mellettem ülőktől, hogy ha merik vállalni, és eszükbe jut valami olyan kedves történet, ami akár az iskolához, akár az osztályhoz, osztálytársak közül valakihez, vagy valamelyik tanárhoz fűződik, azt idézzék föl itt mindannyiunk számára. Ez nem kötelező kérdés, aki ezt vállalja, tegye meg, és akkor, ha már Karasz Gyöngyi tanárnő felajánlotta, hogy ő egy ilyet elmond, akkor hagyj egy kis gondolkodási időt mindenkinek. Kérlek szépen, hogy gyere ide a mikrofonhoz. Szóval azért különleges dolog, mert nektek most biztos különleges, hogy Ádám Máltás sérült, mi azt pillanatok alatt megszoktuk. Tehát sosem élt vissza ezzel a helyzettel, hogy neki ez a
idézőjelben fogyatékossága van, és két történet is volt, mondta, hogy én nekem volt szerencsém kémiából és matematikából is tanítani őt. Kémiából Irinyi második fordulós, tehát megyei fordulós fiatalember volt, és elmentünk a versenyre, ahol titrálni kell, ezt többen nem tudják, hogy micsoda. Szín alapján fel kell ismerni különböző lötyiket, és Ádám akkor 9-es volt, ő megkapta a véletlenül a 10-es gyakorlatot. Mire én ezt észrevettem, mondta, hogy nem baj tanárni, úgyse látom, de meg tudtam csinálni a feladatot. Igen, nem én lötyögtettem egyébként, tehát abban segítettek, azt azért elmondom, bocsánat, most bevetőleg. A másik történet meg a matematika érettségie volt. Azt hinni az ember, hogy fel van mentve a matematikából. Annyi volt a könnyebbsége, hogy egy órával több volt neki, mint a többieknek, és mondjuk 6 szám közt voltunk, mert Ádám diktálta nekem, én felolvastam neki a feladatot, ő visszadiktálta, én leírtam, és egy másik kollega közben pedig figyelte, hogy mi nem susmálkodunk el ott ketten. Zseniális volt, ahogy Ádám egy térgeometriai feladatot kapott akkor, olyan precízen, pontosan mondta, hogy ABCD, négyzet alapú gula, tessék ezt összekötni azzal, amazzal, én rajzoltam néha, elfelejtettem berajzolni, mert egyszer el voltam hülye, hogy ezt hogy ki tudja fejezni. És amikor lejárt az idő, akkor azt mondta, nem a 4 óra, a 3, mint a többinek, azt mondta, hogy nekem nem jár több idő, mint a többieknek, és hát abban biztos vagyok, hogy 5-ösre érettségizett, hogy 85-6 pontja volt, ezt már nem tudom, de egyszerűen zseniális volt, hogy ő, bár szerényen, de mindenhez abszolút egyértelműen úgy, mint az összes többi gyerek viszonyult. Úgyhogy ez nekem nagy élmény volt, hogy annak idején őt taníthattam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen tanárnőnek. Azért, ha kettesért megyünk, lehet, hogy kihasználtam volna. A másik meg csak egyetlen gondolat, tehát köszönöm, meg örülök, hogyha ha így láttad, vagy így láttad, bár erre nehezen áll rá egyébként valahogy még most is a szám, szóval örülök, hogyha így láttad. De hát azért ezt szerintem azt is hozzá kell tenni, hogy ugye én azért azt el is vártam úgy ugye jó kis kemény kamasz fejemmel, hogy bár azon nem voltam egy ilyen kiállhatatlan kamasz, de azt el is vártam, hogy hozzám is úgy álljanak, mint a többiekhez, viszont azt gondolom, hogy ennek egy igazi feltétele van az, hogyha az ember abban, amiben, hogy mondjam, a fizikailag nincsen szüksége mondjuk külön elbánásra, plusz segítségre, akkor azért ezt oda teszi magát, tehát azt gondolom, hogy ez kölcsönös volt. Nem akarom túlbeszélni a dolgot, úgyhogy tovább is adom a mikrofont. Szóval vannak-e történetek? Szerintem Farkas Balázs bácsi rám is komoly hatással ő gipszeltette be a kezemet is, amikor eltört a kézülöm beedzése. Ez egy nagyon komoly pedagógiai mesterfogás volt tőle, amikor a Török Ignác kört mérte kint Mária Vesnyőn. Hát többnyire az elsők között futottam be, és onnan tekintettem végig, ahogy mondta mindenkinek szépen az eredményét, hogy 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.20, nagyon rosszul futottál, és a kezében pont akkor a stopper volt, mint most az enyémben. Hát nagyon sok történetem van nekem is. Itt van egyik legkedvesebb barátnőm, vagyis hát a legkedvesebb itt ül közöttünk, Harmati Zsuzsa, és össze is néztünk, amikor itt fel lett ajánlva, hogy mondhatunk történetet. Hát én Farkas Balázsról már nem mondok, pedig van még néhány, és Urbán tanárúban sem. Amit szeretnék még mondani, és történettel egybe kapcsolni, az, most fogalmazódok meg bennem, hogy mi igazából itt nagyon jó helyen voltunk, és gondolom a mostaniak is, mostani diákok is így érzik, ti is így érzitek, mert hogy olyan környezetet teremtettek, és olyan hangulatot mindig itt a pedagógusok, hogy jó volt ide járni. Nyilván mindenkit értek sérelmek. Ez teljesen természetes, de alapvetően jó volt a gimibe járni, és mindig kaptunk segítséget. Néha nem is éreztük, hogy ez most nekünk milyen jó lesz, mert esetleg fájt, mint amikor hát csak Farkas Balázs jön. Amikor én egyszer sikerült nagyon sokat fogynom, én 11 néhány kiló negyedikesek voltunk, visszamentünk első testnevelés órán, átöltöztünk, és akkor végignézett, és lágy, búgó már lett terápiás hangján. Annyit mondott, hogy kezd emberi formát lenni.
vezette, innen tudtam, hogy mi nagyon szeretjük egymást. De tényleg, tényleg így volt. És még a szemlélethez, Fáki Zsuzsa tanárnő egy évig volt osztályfőnökünk, földrajzot tanított. És azt tudom, hogy földrajzból szerintem senki nem kapott egyest, még akkor sem, hogyha nem tudott semmit, mert a kaldera mindig fel volt téve mentő kérdésnek, hogyha már valaki nagyon-nagyon nagy bajban volt, akkor Zsuzsa mondta, hogy na akkor mi a kaldera? És azt már mindannyian tudtuk, hogy bukni senki nem fog, és egyes sem fog kapni feleletre. És még van egy nagyon rövid sztorim, ez nyelvórához kötött, és csak ellopom a másik csoporttól, akiknek Dóka Dezső tanította a németet. És ezzel még azt is szeretném alátámasztani, hogy milyen sokfélék vagyunk, voltunk, és ti is nagyon sokfélék vagytok. Volt egy olyan fiú osztálytársunk, akit felszólított Dóka tanár úr, hogy ragozzon el egy igét. És felállt ez a fiú, és a Der Koffer szót szemreben és nélkül múlt időbe tette, és összetett múlva elragozta, és akkor itt csak ennyi volt, hogy így szerintem a realitás érzékét elveszítette a tanár úr is, hogy most jó helyen van vagy nincs, és hát leérettségizett ő is németből, kiválóan futott viszont, és egyéb területeken nagyon tehetséges volt, és a tanárok ezt mind észrevették rajtunk, hogy ki az, akit, hogy kit miben kell megerősíteni. És ez egy nagyon nagy szerencse. És én most a gyerekeimmel is, hál' Istennek, akik ide járnak, ezt érzem, hogy ugyanilyen támaszuk, hol többé, hol kevésbé a tanárok, tehát hogy ki mennyire a személyiségétől függően mer beleavatkozni, illetve bele szólni, vagy segíteni a gyerekeknek. És ez nem változott a törökben, úgy gondolom. Van-e még történet, Ádám Lucan? Nem úszom meg, pedig nézegetek itt jobbra. A történet az van, sok gondolkodtam, és próbáltam itt az igazán szalonképeseket kiválogatni, de azért úgy legyen szalonképes, hogy vicces is kicsit. Pedagógiai módszerek. Fischer tanár úr szeretett kirándulni, ennél fogva aztán mi is szerettünk. Nem szeretünk egyébként, tényleg nem akarok ilyen gonoszkodással búcsúzni itt a beszélgetéstől. És akkor másodikban elmentünk osztálykirándulásra, ha jól emlékszem, a Börzsönybe. És akkor megbeszéltük egy olyan 6-7 kilométeres gyaloglás után, hogy akkor most rövidítünk kicsit, hogy megérkezzünk, vagy kicsit hamarabb érkezzünk meg ahhoz a célponthoz, ami eredetileg azt hiszem 17 kilométerre volt a kiindulási ponttól, és amiből ugye 7 kilométert mellett tudtunk. Életemben akkor gyalogoltam először azt hiszem 30-31 kilométert. De nem akarok túlozni, lehet, hogy csak 27 volt, mindegy, tehát ez jó volt, elfáradtunk estére. Emlékszem, ez már ugye nem tanárspecifikus dolog volt, de akkor történt meg az, hogy az egyik viszonylag nagy darab osztálytársam, az Attila, ugye elfáradván a hosszú gyaloglásba fölugrott az emeletes ágynak a felső emeletére. Ugye ismeritek biztos azokat az ágyakat, amikben így keresztbe mennek a lécek. Most kiderült, hogy ezeknek a léceknek egy része az a szuvas volt, egy másik része pedig, hogy is mondjam, nem teljesen arányosan volt elosztva azon a helyen, ahol kellett volna lenniük. Aminek az lett a következménye, hogy Attila a ágybetétel együtt leesett az alsó matracra. Ami még egy kis pikantériát adott a történetnek, hogy az alsó matracon valaki már feküdt. Illetve még röviden magamnál tartva a szót, egy másik a pedagógiai módszerekre. Hát ugye ismeritek Fischer tanárulat, hogy ő mondjuk nem a kiabálásoknak az embere, vagy legalábbis gondolom, hogy ekkora alapvető változáson talán nem esett át az elmúlt. Talán harmadikosok voltunk, nem is az a lényeg, elhatároztuk, hogy elmegyünk téli túrára. És hát, ugye, amikor én fiatal voltam, akkor még voltak telek, tehát nem olyan volt a tél, mint most, hanem az egy rendes, pont egy ilyen keményebb tél volt, elmentünk a Bükkbe a két ünnep között, ahol gyönyörű nagy hó esett. És második délután lekirándultunk a faluba a turistaházból, hát meg nem mondom nektek, de szerintem egy 6-7 kilométer talán meg lehetett ugye egy úton, közbe szakadt a hó, és mi ott hárman, két osztálytársammal valahogy elszakadtunk a többiektől, és hát jobb dolgunk nem lévén gondoltuk, hogy akkor mi visszasétálunk
a turistaházba. Elindultunk visszafele, valahogy vissza is találtunk, közben már ugye erősen sötétedett, már akkor tanultuk meg, hogy a hó az milyen sokat bír világítani, tehát hogy függetlenül attól, hogy egy erdőbe közvilágítás az nem nagyon van, de hogy mondjuk került az ég, milyen szépen haza lehet a hóba találni. Viszont ugye a Fischer tanár ezt nem tudta, elkezdett minket keresni a faluba, majd miután nem talált, hát ugye elindult vissza utánunk, de gyanítom, hogy azért az alatt, az idő alatt, amíg fölért a turistaházig, nem lehetett teljesen nyugodt ugye felőlünk. Ez egy körülbelül 7 kilométeres út volt, szerintem Farkas Balázs is meg lett volna elégedve a szintidővel. Illetve utóbb mesélte el tanár úr, hogy ő egyébként a honvédségnél azt hiszem valami olyan alakulatnál volt, ahol gyalogolni is sokat kellett, lehet volna ejtőerni is, hogy ilyesmi, nem tudom, kérdezzétek majd meg tőle. Fölért, akkor ecsörtetett a szobába, mi ott éppen fetrengtünk az ágyon, kicsit el voltunk fáradva. Ő rajta nem látszott, hogy el van fáradva, bedugta a fejét az ajtón és azt mondta, marhák. Ezt követően 10 perc múlva ismét bedugta a fejét az ajtón, és akkor meg megkérdezte tőlünk, kértek kólát. Lenne még sok, de az idő az véges, úgyhogy luca. Hát esetleg átadhatom a sajátomat, hogyha gondolod. Nem. Nekem annyira ilyen vicces, most nem jutott eszembe, inkább valami, ami úgy nagyon megmaradt az utolsó évben volt. Megint szétnézek, hogy Jóel Tilla tanár úr biztos nincsen itt, mert hogy vele kapcsolatos a történet. Akkor ebben az évben csináltam meg a felsőfokú nyelvvizsgámat, és mondtam a tanárunknak, hogy jelentkeztem a nyelvvizsgára, éppen egy barátnőmmel álltunk ott, aki egyébként később jogász lett és okosabb is, mint én. És így nézett ránk a tanár úr, így nézett a barátnőm, nézett rám, és akkor megszólalt, hogy hát jó, de miért nem inkább Kinga jelentkezett rá. És hát úgy mondtam, hogy jó, köszönöm, értem a támogatást, megöttem az erőt, és aztán sikerült a nyelvvizsgám, amit talán egy nappal a szalagavató előtt tudtam meg, és akkor még nem volt alkalmam találkozni a tanár úrral, és amikor éppen már átöltöztünk nagy fehér ruhába, és hát már akkor is mindig az élelmiszerrel voltam elfoglalva, úgyhogy elindultam megkeresni a büfét, akkor megtaláltam a tanár urat, és akkor nézett rám, hogy na mi van, van már valami hír, de azzal a kedves stílusával. És így mondtam neki, hogy ó, igen, tanár úr, tessék, elképzelni meg lett, és akkor abban a pillanatban fogtam, megfogott, és így elkezdett így rázni, hogy ó, hát te vagy a legjobb tanítványom. Szerintem valószínűleg a 10 évre való érzelmi töltet kijött a tanár úrból, és ez nekem pedig egy ilyen nagyon-nagyon kellemes élmény volt, úgyhogy ennyi jutott most így eszembe. Szerintem az vicces volt. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást, és én azt gondolom, hogy élményekkel gazdag beszélgetést folytathattunk itt, és tudnánk még folytatni. És számomra két tanulsága van a dolognak, hogy nagyon hamar és nagyon sokáig megmaradnak a középiskolai élmények bennünk, hiszen Luca is sok-sok mindent fölidézett, és sok-sok tapasztalatot tudott már veletek megosztani, és Eltai Miklós tanár úr is mindenre emlékszik, ami fontos volt a középiskolában. Nem biztos, hogy minden órára, vagy minden tantárgyra, de minden fontos dologra. És a másik nagyon fontos tapasztalatom, és megígérem, hogyha a jövőre lesz tehetségnap és lesz pódiumbeszélgetés, akkor jövőre tehetséges tanárokat fogok meghívni, és biztos, hogy az egyik Farkas Balázs tanár úr lesz, aki mind a mellett, amiket itt hallottatok róla, kiválóan hegedül, nagyszerűen furuljázik, nagyon jól énekel, orosz szakos lévén oroszul is tud, történelem szakos révén végigolvasta a magyar irodalmat, Jókait, Gárdonyit, Móricot, és természetesen az orosz irodalmat és egyebet. És hát nem csak Farkas Balázs tanár úr volt ebben a tantestületben a tehetséges tanárok között, de hát talán ő szerepelt a legtöbbször, úgyhogy ő biztos, hogy itt fog ülni valamelyik széken, és nagyon remélem, hogy vállalni fogja, és mások is a tantestületből vállalni fogják ezt a megmérettetést, hiszen nekünk is nagyon sok történetünk van rólatok, vagy veletek, és bízom benne, hogy jövőre is lesz ilyen érdeklődés, akik
végighallgatják mindazt, amit elődeik, korábbi diákjaink, illetve mi elmesélünk magunkról nektek, illetve rólatok nektek. Köszönöm szépen még egyszer a vendégeinknek, és köszönöm a figyelmet. Thank you.